kapkodás. Az autósokat is meglepte a tél. Balesetek az utakon és hosszú sorok az autószerelőknél. Elvándorlás. Munkaerőhiányra panaszkodnak a hazai cégek, alul maradnak a bérversenyben. Vidéki támogatás. Eszközökre pályázhatnak az udvarhelyszéki vidéki alapítványok. Köszöntöm Önöket a Híradóban! Az Alkotmánybírósághoz forduló Klaus Johannis államfő a 102 adónemet és illetéket eltörlő jogszabály kapcsán a törvényt a Szociáldemokrata Párt javaslatára fogadta el szokatlan gyorsasággal a parlament, míg a legtöbb politikus egyetért a jogszabályba foglalt illetékek többségének eltörlésével, a rádió és tévé illeték, illetve az autók forgalomba iratására kivetett környezetvédelmi illeték kapcsán már megoszlanak a vélemények. Különösen a közmédia fenntartását biztosító illeték eltörlése körül alakult ki éles vita. A legfontosabb ellenérv, hogy amennyiben a költségvetésből biztosítanák a két intézmény működését, ezek ki lennének szolgáltatva politikailag a mindenkori kormánynak. Johannis szerint a törvény megszegi a hatalmi ágak szétválasztásának elvét, ugyanakkor ellentmond a pénzügyi költségvetési felelősség törvényének, amely előírja, hogy választások előtt 6 hónappal tilos a költségvetést jelentősen befolyásoló jogszabály elfogadása. 5 közúti baleset, 6 enyhe sérült, számos koccanás, több ezer lejes büntetések, ez az első havazás mérlege Maros megyében. A tél beköszönte a sofőröket és a hatóságokat is felkészületlenül érte. Több baleset is történt múlt hétvégén a Maros megyei utakon, miután erős havazás és hóvihar söpört végig Erdélyben. A Maros megyei rendőrfelügyelőség 5 balesetről számolt be, amelynek következtében 6 személy enyhe sérülést szenvedett. De számos büntetést is kirottak a téli gumi nélkül közlekedő sofőrökre, illetve azokra a hatóságokra, amelyek nem tisztították le a havas úttestet. Az ellenőrzések során a rendőrök 50 esetben róttak ki büntetést. 28 esetben a nem megfelelő gumiabroncsokért. Egy biciklist is megbüntettek, aki a horréteggel fedett úttesten közlekedett, valamint 6 büntetést róttak ki közutak karbantartóira. A megyei útszakaszok kezelői 5250 lejes büntetést kell kifizessenek, míg a felelőtlen sofőröket 1500 lejre bírságolták. Azok a gépkocsi vezetők, akik megúszták a büntetést, megrohamozták a gumiszervizeket. Megpróbálunk minél több kérést ellátni, viszont jelenleg nagyon zsúfolt, borzasztóan zsúfolt, mivel általában az emberek megvárják azt, hogy lehújjon az első hó, ez lehet december közepe, lehet most, és általában akkor jön mindenki gumit cserélni, és ezért szinte lehetetlen mindenkinek a kérését megfelelően vagy egyáltalán ellátni. A jogszabály szerint a nem megfelelő abroncsokért 9-től 20-ig terjedő büntetőpont és 810 lejtől 1800 lejig terjedő büntetés jár. Az Állandó Választási Hatóság székházában vizsgálódnak a korrupció ellenes ügyészség munkatársai. Nem hivatalos források szerint az intézmény vezetője Anna Maria Petru esetében merült fel korrupciós cselekedet gyanúja, akit bekísértek kihallgatásra. A Mediafax tudni véli, hogy a kivizsgálás tárgya a 2009-es államfőválasztással kapcsolatos választási csalás, amikor Traian Băsescu másodszorra került az elnöki székbe. Más források szerint a választások lebonyolításához szükséges informatikai eszközök beszerzése volt szabálytalan. Bonyolítja a dolgot, hogy a rendőrök feltartóztatták Anna Maria Petru férjét, aki állítólag olyan dokumentumokat próbált eltüntetni, amelyek fontosak a nyomozás szempontjából. Az ügy időzítése is feltűnő, hiszen kevesebb mint egy hónap van még hátra a decemberi parlamenti választásokig. A magas fizetés reménye az első számú ok annak, hogy egyre többen vállalnak munkát külföldön, míg a hazai cégek arra panaszkodnak, hogy többszöri álláshirdetés után sincsenek jelentkezők, addig a külföldi cégek ezrével toboroznak romániai munkásokat. A fiatalok érdeklődése a külföldi munkavállalás iránt nem meglepő, olyan körülmények között, hogy amíg például egy romániai munkáltató 1500 lejes fizetésért alkalmazna szállodai recepcióst, addig egy németországi szálloda 1950 eurós bért ajánl ugyanezért a munkáért.
A hazai cégek nem tudják felvenni a versenyt a sokkal jobban fizető külföldi vállalatokkal, az állások többszöri meghirdetése után sem találnak megfelelő személyzetet. Jelen pillanat több mint 200 üres munkahelyünk van. Vannak érdeklődők is, de mindenki esetleg más szakmába szeretne alkalmazkodni, mint azok a szakmák, amik vannak jelen pillanat szabadon. Jelenleg több mint 1700 állást kínálnak külföldi vállalatok az EURES, Európai Foglalkoztatási Mobilitás portálján. Leginkább Spanyolországban és Dániában keresnek mezőgazdaságban dolgozókat, Németországban pedig a vendégiparban toboroznának. Egyes munkavállalók nyelvi akadályokba ütköznek, mivel nem beszélik a külföldi munkáltató által kért nyelvet, de ennek ellenére a nagy fizetéseknek köszönhetően nagyon nagy az igény a külföldi állásokra. A nagy fizetések mellett sok esetben a külföldi munkáltatók az alkalmazott elszállásolásának költségeit is fedezik. A hétvégén zajlott a Kámfor, a Kárpát-medencei fiatal közgazdászok találkozója. A háromnapos vándor szakmai rendezvény hatodik kiadásához érkezett. A konferenciát idén Kolozsváron tartották meg. Több mint 200 magyar fiatal vett részt a Kárpát-medencei fiatal közgazdászok hatodik találkozóján. Az erdélyek mellett Magyarországból és Vajdaságból is érkeztek előadók és résztvevők. Az idei Kámfor előadásait a tőkebevonás, a trendek és a marketing köré szervezték. Nagyon sokszor úgy látjuk, a legkritikusabb a pontok egy kezdő vállalkozásnál, főleg egy startupnál, az a tőkebevonás, a marketing, és sokszor a piacnak az ismeretének a hiánya. Tőkebevonásra gondolok arra, sokan nem tudják kezdő vállalkozónként, hogy hogyan és honnan tudjanak pénzt behozni a vállalkozásban. Marketingnek gondolok akkor, hogy sokszor nem tudják, hogy ki a célcsoport, vagy esetleg hogyan érjék el a célcsoportot, milyen aktuális eszközök vannak, csatornák, marketing kommunikációs lehetőségek. A szakmai rendezvényen nem csak közgazdászok tartottak előadásokat, Molnár Attila pszichológus például a racionális döntések és az ügyfelek visszajelzéseinek jelentőségére hívta fel a figyelmet. Főleg amikor valaki üzleti vállalkozást épít és elkötelezett abban, hogy a vállalkozása sikeres legyen, érzelmileg is, pénzügyileg is, karrier szempontjából is elköteleződik ebbe az irányba. Ez a fajta elköteleződés nagyon sok esetben torzítja az ő gondolkodását, és sok esetben inkább pozitív irányba, ami nem a realitás felé, nem a racionalitás felé viszi a gondolkodását. A háromnapos konferencián nemzetközileg is elismert szakemberek 5 plenáris és 10 szekció előadást tartottak, illetve fiatal vállalkozók osztották meg tapasztalataikat. A Hargita megyei végzős középiskolás diákok közel 7%-a egyáltalán nem beszél románul, áll egy frissen készült felmérésben, 31,8%-a pedig csupán kezdő szinten beszéli a román nyelvet. A Hargita megyei fejlesztési ügynökség felmérése a megyei önkormányzat számára kíván fogodzót adni a fiatal nemzedék munkavállalási terveit illetően. Borboly Csaba elmondta, a fiatalok számára lehetőséget kell teremteni egy szakma elsajátítására vagy egy vállalkozás elindítására. A felmérésből kiderül azonban az is, hogyan állnak a román nyelv ismeretével a diákok. A nyelvi készségeknél is látszik például a térségek közt az a különbség, hogy még Marosévízről nem volt senki, aki azt állította volna, hogy ő ne beszélne románul egyáltalán, tehát egyáltalán, addig azért Gyergyó, Csík és Udvarhely zónában voltak, akik említették, és például Udvarhely zónában kétszer annyian említették százalékarányban, mint Csík és Gyergyó térségben, hogy egyáltalán nem beszélnek románul. A Hargita megyei 12-es diákok 6,9%-a egyáltalán nem, 31,8%-a csupán kezdőszinten beszéli a román nyelvet. Udvarhelyszéki vidéki alapítványok számára hirdett pályázatot a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány. A sikeres pályázók eszköz- és anyagbeszerzésre, valamint PR és marketing tevékenységre igényelhetik a támogatást. Harmadik alkalommal hirdeti meg a Vidék Alapnak nevezett öndönt pályázatát a Székely-Udvarhelyi Közösségi Alapítvány. November 22-ig pályázhatnak az udvarhelyszéki szervezetek, a végső döntést a közösségi kártyákat használók hozzák meg. Minden vásárláskor az erre kijelölt boltokban a kasszaszalagok hátára kell ráírni azon civil szervezet számát, amelyet támogatni szeretnének. A pályázóknak tehát a közösséget kell meggyőzniük. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy belépjünk a vidéki civil szervezetek életébe ezáltal, és segítsük őket, amennyire tudjuk. Itt egy lehetőség, a közösségi kártya használók beleszólhatnak, választhatnak, dönthetnek
arról, hogy ki nyerje meg. Az elmúlt évek pályázói és nyertesei azt mondják, sokat jelent számukra a székelyudvarhelyi közösségi alapítvány anyagi segítsége. Nagy segítség volt az alapítványunknak, mert tudtunk sok fogyóanyagot, eszközt vásárolni abból a pénzből, amit tőlük kaptunk, amiből a gyerekek számára szerveztünk kézműves foglalkozásokat, festeni, rajzolni, kreatív újrahasznosítást tanulni jártak hozzánk. Tehát tudom biztatni a hasonló civil szervezeteket, vezető kollégákat, hogy ők is próbálkozzanak ezzel a lehetőséggel. A lehetőség érdekli a vidéki környezetben tevékenykedő civileket, tavaly például 10 szervezet vett részt a kiírásban. Végül 3-an kaptak vissza nem térítendő támogatást, a projekt várhatóan december közepén zárul. Kerekesszékes személyek által használható hintát adtak át Kolozsváron. Az Életfa Családsegítő Egyesület az Én is szeretnék játszani elnevezésű projekt keretében jótékonysági akciókon gyűjtötte össze az ehhez szükséges összeget. A havazás miatt belső rendezvényén alakult a kerekesszékeseknek készült hinta átadója, amely felolvasással családias hangulatban kezdődött az Életfánál. Az Egyesület székhelyének udvarán állították fel az egyik mozgáskorlátozottsággal élőknek szánt hintát. Itt most az Életfa Családsegítő Egyesületnél egy kerekesszékes hintát szereltünk fel, 2 vásároltunk meg, a másikat pedig Kolozsvár egyik főterén, vagy Kolozsvár egyik közterén fogjuk felszerelni, hogyha minden igaz, akkor a sétatéren. Ennek az engedélyeztetési folyamatát fogjuk nem sokára elkezdeni, és amint megvan a szükséges engedélyeztetés, akkor elkezdjük a felszerelését. A hintákat a 7. Kolozsvári Magyar Napokon összegyűlt adományokból és a Kolozsvári Állami Magyar Színház által szervezett bolhapiac bevételéből vásárolták. Az Életfa Családsegítő Egyesület elnöke szerint a kerekesszékes személyek számára ennek használata többet nyújt a hintázás élményénél. Azon kívül, hogy van egy ilyen katarzis élmény, hogy hú, hintázom, azon kívül az, hogy én ezt önállóan teszem, és hogy ebben nem kell nekem 5 ember, hogy segítsen. Ugyanakkor meg én úgy gondolom, hogy egy kicsit túlmutat ennek a fizikai voltán, tehát hogy ez egy ilyen hívó szó is, vagy egy jelzés, hogy igenis van Kolozsváron egy közösség, akinek számítanak a fogyatékkal élő emberek, gyerekek, felnőttek. A hintát az Életfa udvarán az 1989. december 21. sugárút 78 szám alatt bárki használhatja. Az első és második világháborúban elhunyt hősöknek állítottak emlékművet Csíkszeredában a Milleniumi és a Szent Kereszt templom közötti téren. A pap Emil Kőfaragó által készített emlékművet Bogos Ernő építész tervezte. 105 világháborúban elhunyt hős neve áll ezen az emlékművön. Az elhunyt katonák adatait 9 éve kezdte el gyűjteni a csíkszeredai plébános Darvas Kozma József. A munkát most elvégeztük. A jelt felállítottuk, rajta van az üzenet, hogy emlékezzetek és küzdjetek, amiért mi életünket áldoztuk. Miért is áldozták életüket? Föltehetjük a kérdést. A családjukért, a nemzetért, a hazáért. És akik ilyen nagy áldozatot tudnak hozni, azoknak a nevét soha nem szabad elfelejteni. Az emlékmű avatásán részt vett Zákonyi Boton Magyarország bukaresti nagykövete is. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy csak annak a nemzetnek van jövője, amelyik képes emlékezni, amelyik megbecsüli a feláldozott élet értékét. Az emlékművet Tamás József segédpüspök áldotta meg, úgy fogalmazott, ezzel a hősök végre hazakerültek Csíkszeredába. 10. alkalommal ünnepelte Székelyudvarhely a Magyar Tudomány Napját. A kétnapos rendezvénysorozaton átadták dr. Sándor József matematikusnak az udvarhelyszék tudományáért díjat. Székelyudvarhely mindig megtalálta a lehetőséget arra, hogy díjazza nagyjait. Ezt Miklós Zoltán, a Házrezső Múzeum vezetője mondta azon a gálaesten, amelyen dr. Sándor József matematikus egyetemi oktatónak adták át az udvarhelyszék tudományáért díjat. A Sánta Csaba szobátai szobrászművész bronz kisplasztikájából és a kutatói tevékenységet elismerő oklevelet Gálfi Árpád székelyudvarhely polgármestere nyújtotta át a díjazottnak.
Vannak itten vidékünkön, városunkban olyanok, akik foglalkoznak úgy a kultúrával, tudománnyal, és akik tettek is le életük pályafutásán keresztül bizonyos kutatásokat, bizonyos eredményeket, amivel székudvarhely, udvarhely szék büszkélkedhet. Dr. Sándor József Farcádon született, előbb Nagyszebenben, majd Székelyudvarhelyen oktatott, később a Bábes-Bolyai Tudományegyetem adjunktusa, majd docense volt. Tudományos dolgozatainak hosszabb, rövidebb cikkeinek száma meghaladja az ezret. A tanáraimnak sokat köszönhetek. Sokat köszönhetek a diákjaimnak, akik inspiráltak, akiket tanítottam az évek során. Úgyhogy ez a díj nagyon sokat jelent. Ez egy elismerés, nem csak nekem, hanem ugye a matematikának is. A korábbi években kutatók, orvosok, művelődés történészek, muzeológusok, akadémikusok kapták meg az udvarhelyszék tudományáért díjat. Most pedig választási hírekkel folytatjuk. Kampányító rendezvényt tartott tegnap este a Bihar megyei RMDS. A szövetség jelöltjei hangsúlyozták, a magyarság jogainak védelméért erős képviseletre van szükség. A közösség összefogását, a képviselet megerősítését és a magyarság jogainak védelmét tartja legfontosabb feladatának az RMDS. Hangzott el hétfőn este Nagyváradon a bihari szervezet kampányindító gyűlésén. Biharban a Magyar Egység listáját sikerült összeállítani, mondja Cseke Attila, az RMDS megyei elnöke. Az RMDS parlamenti listája Bihar megyében egy magyar egység listája, amelyen rajta vannak történelmi magyar egyházaink képviselői, rajta van a Magyar Polgári Párt képviselője, de különböző szakterületek, civil szféra, vállalkozói szféra, egészségügyi oktatás képviseletet. A kampánygyűlésen jelen volt és felszólalt Kelemen Hunor szövetségi elnök és Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti frakció vezetője is. Mindketten a magyarság jogainak védelme mellett álltak ki és arra kérték a jelenlévőket, hogy biztossák a választási részvételre ismerőseiket. Szabó Dön parlamenti képviselő kiemelte, a magyarok ügyeivel valójában csak a magyarok foglalkoznak. A sok párt közül senki nem foglalkozik azzal, hogy a magyar közösségnek legyen esélye. Sok mindennel foglalkoznak, utakkal, és látjuk, hogy nincs rendben, adópolitikával, és látjuk, hogy nincs rendben, sok mindennel, kisebbségi közösségi ügyekkel, magyar ügyekkel még nem is foglalkoznak. Tehát természetszerűen csak mi tudjuk ezeket a kérdéseket egyrészt bevinni a köztudatba, ezeket a kérdéseket megfelelő módon megválaszolni, és ezekért a kérdésekért, a megválaszolt kérdésekért és a megoldásokért kiállni. Bihar megyében egy szenátori és két képviselői helyre számít az RMDS, ha sikerül a nyári helyhatósági választáshoz hasonlóan megmozdítani a magyarságot. Fantáziátlannak nevezték a parlamenti pártok választási szlogenjeit azok a szociológusok, akiket felkértek ezek elemzésére. Szerintük a tény, hogy szinte minden román párt belefoglalja a jelmondatába a Románia szót, a patriotizmus választási témaként való ismételt felbukkanását, vagy egyszerűen fantáziahiányt jelez. Az elemzők szerint sem a szociáldemokrata párt merjél bízni Romániában jelmondata, sem a liberálisok előre Romániája nem kelt semmiféle érzelmet a választókban. Szerintük az ALDE szlogenje visszaadjuk Romániát a románoknak, csak fölösleges nacionalizmust hordoz. Az USR-é végre van kivel jelmondata, az elemzés szerint csupán a szavazók tájékozottabb rétegét szólítja meg. Alfred Bulai szociológus szerint a legjobb szlogennel az RMDS vágott neki a kampánynak. Az Erdély a jövő mondat ugyanis egyetlen célra törő üzenetet hordoz. 48 milliárd eurós befektetési tervvel jelentkezik a választási kampányban a Liberálisok és Demokraták Szövetsége, az ALDE. Kalimpo Pészkutari Csánu pártelnök szerint alapvetően hibás az a retorika, amely a fizetések emelését helyezi előtérbe, mert ez csak akkor lehetséges, ha a gazdasági növekedés alapját a beruházások és nem a fogyasztás képezi.
Az egészséges gazdasági logika a befektetésekre alapozó gazdasági fejlődés. A gazdasági növekedés a munkahelyteremtés alapja, de a fizetések emelkedéséi is. Ezért van nekünk ez a programunk, mert hisszük, hogy felelősen kell az emberek elé állnunk, nem ígérgethetünk fedezet nélkül, ezért azt mondjuk, jobb életszínvonalat akarunk, de az elején kell kezdenünk. A kezdet pedig nem a fizetések emelése, hanem a beruházási program. Nyelt Brassó a MOL Ligában, sporthírekkel folytatjuk. Puskás Ferencre, az aranycsapat és a Real Madrid legendás labdarúgójára emlékeztek halálának 10. évfordulója alkalmából a spanyol fővárosban. Egykori játékostársai, barátai, tisztelői a Santiago Bernabéu stadion elnöki páholyában emlékeztek minden idők legjobb magyar labdarúgójára. Julio César Iglesias neves spanyol sportújságíró univerzálisnak nevezte Puskást, és szerinte Pancho, ahogy a spanyolok becézték, a futballtörténelem része. Az évfordulós megemlékezést Magyarország madridi nagykövetsége, a Real Madrid, a Real Madrid magyar szurkolói klubja és a Magyarországi Puskás Akadémia szervezte. Sikeresen vívta meg a Bajnokok Ligája főpróbát a Marosvásárhelyi Elektromaros Romgáz női felnőtt teke csapata. Orosz István és Seres József tanítványai 5-3-ra legyőzték a Compet Ploiestet, ráadásul annak otthonában. A következő erőpróba a tekézők számára november 26-án lesz, amikor a Bajnokok Ligája első körében a lengyel Tarnovo Podgornét fogadják a Marosvásárhelyi Teke arénában. Biztosan halad a rájátszás felé vezető úton a brassói Korona jégkorong csapata. A barcaságiak legutóbb a sereghajtó Belgrádot győzték le 5-2 arányban. 3 egymást követő vereség után a brassói Korona a MOL Liga újonc Belgrád ellen tudott nyerni. A megszakításokkal teli több végleges kiállítást hozó meccsen a két csapatnak összesen 172 percnyi büntetést osztottak ki a játékvezetők. Nagyon kemény meccs volt, sok ütközés volt, verekedések. Én is egybe részt vettem, ez a hoki velejárója. Néha elszabadulnak az illandulatok, de ebből különösebb következtetés nem szabad levonni. Ez egy ilyen meccs volt, a következő, attól nem biztos, hogy ugyanilyen lesz Belgrád ellen. Örülök, hogy nyertünk, és úgy érzem, hogy egy kicsit szüksége is volt a csapatnak. A találkozó egyébként sokáig szoros volt, és csak az utolsó harmadban dőlt el, amikor a brassóiak 4 gólt is ütöttek, és 5-2-re nyertek. A másik erdélyi csapat, a Csíkszeredai Sportklub újabb vereséget könyvelhetett el, és teniszeredménnyel 6-1-re kapott ki az éllovas Miskolctól. Ez volt a híradó, mutatjuk a szerdai időjárás részleteit. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!